Mi az infláció? 320 milliárd márka egy tojásért, 50 milliárd egy villamosjegyért. Egyesek bankjegyekkel tapétázták az otthonaikat, mert olcsóbb volt, mint maga a tapéta. 4 milliárd márkával megpakolt talicska mindössze egyetlen amerikai dollárért. Ilyen volt az a végletekig elszabadult infláció, ami 1923-ban Németországot sújtotta. A hiperinflációnak nevezett trauma még ma is kísérti a németeket. Az infláció ugyanakkor csak ritkán ennyire szélsőséges. Lassan is kúszhat, de akár vágtathat is. Az elv azonban mindig ugyanaz. Az infláció latin szó, ami tágulást, terjeszkedést jelent. Ebben az összefüggésben az árak emelkednek, a pénzkínálat nő. Ahogy a dolgok drágulnak, a vásárlóerő csökken, az emberek pedig kevesebbet kapnak a pénzükért. De mi okozza mindezt? Három fő okot említhetünk. Első ok, a kereslet húzó ereje. Ha az egész világ hirtelen egyszerre akarna fát rendelni házépítéshez, akkor azonnal megugrana a fa iránti kereslet. Ám ha a termelők nem tudnak lépést tartani a hirtelen fellépő kereslettel, akkor a fa ára emelkedik. A vételár így a kereslet és a kínálat szabályozásának egyik eszköze. Második ok, költséginfláció. Tegyük fel, hogy a számítógépes csippek alapanyag ellátása akadozik, ami által a csippek drágulnak. A konténer és olajárak emelkedésével a szállítás is többe kerül. A cégek tehát azért emelik az áraikat, mert ők is magasabb költségekkel szembesülnek. Harmadik ok, pénzkínálat alapú infláció. Ez az eset akkor áll fenn, amikor egy csődbe ment ország a költségei fedezésére túl sok pénzt nyomtat. Csak hogy a pénzkínálat növekedésével az emberek megtakarításai veszítenek értékükből. A közgazdászok az alapvető cikkekből és szolgáltatásokból álló képzeletbeli bevásárlókosarat használják az infláció mérésére. Vagyis hónapról hónapra összehasonlítják a benne foglalt árakat. A két mérés közötti százalékos különbség az infláció mértéke. Az 5% alatti rátát kúszó inflációnak nevezzük. 20%-ig vágtató inflációról, 50% felett pedig már hiperinflációról beszélhetünk. Az euró hiperinflációjától nem kell tartani, a mostani helyzetet azonban már nevezhetjük vágtató inflációnak. Az Eurostat szerint az eurozóna éves inflációja 2022. júniusában 8,6% volt, szemben a májusi 8,1%-kal.